Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Iker Lang szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iviana számára. Kedves Iviana, köszöntelek téged, ez a te videód, és először megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Ez a három kártya utal a te jelenlegi helyzetedre. Én a középső kártyával kezdeném. A kezedben vannak az érmék. Ez mutat anyagi dolgokra, a munkahelyedre, és itt kell ez a belső egyensúly. Az is előfordulhat, hogy változik valami a munkahelyedet illetően, és kell, hogy döntéseket hoz, hogy mérlegeld a dolgokat. Ez az arany érem utal az anyagiakra és a kiadásokra, a bevételekre, tehát vigyázz az anyagiakra. De, ami itt még látható, hogy melletted van két férfi. És ez a kettes érem, ahol te a dolgokat ki kell, hogy egyensúlyozd, vagy választások előtt állsz, utalhat arra is, hogy te választasz két férfi között. Az lehet, hogy mindkettőt ismered, az is előfordulhat, hogy valaki figyel téged és szeretne veled megismerkedni, de ami biztos, hogy itt két férfiről van szó. Mindkettőnél van ez a királyi büszke tartás, a baloldali férfi az uralkodik a víz eleme felett, tehát közeledik érzelmekkel, mély érzésekkel, a másik férfi uralkodik a tűz eleme felett, nagyon bátor, harcias, férfias, és megvan ez a testi közeledés. Persze, azt is jelenti ez a csoport, ez a hármas csoport itt a kártyáknál, hogy mérlegeled azt, hogy ez a férfi most a testi kapcsolat miatt keresi a kapcsolatot, vagy vannak-e mély érzelmei, és ezt kell most így kiegyensúlyoznod. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Az első képnél, ami jobb oldalon látható, mutat az ő érzelmeire, mert a kelyhek az érzelmeket szimbolizálják. Ő most befele fordul. Valószínű, kell neki a belső erő, vagy át kell tennie magát a félelmein. Itt a múltról is van szó. Az alsó három kehely utal a múltra. Az össze van törve, ott folynak a könnyek. A felső kettő kehely mutatja a jövőt, őt és téged. Higgy ebben a kapcsolatban. Itt még nincs összetörve semmi, tehát megvan a remény arra, hogy minden jóra forduljon, de mivel ő befele tekint visszahúzódó, erre időre van szükség. A középső kártya mutat egy nyertest, tehát ő bízik abban, hogy minden jóra fordul, és ő áll a középpontban, megkapja az elismerést. De nem csak ő kívánja ezt az elismerést, hanem ő értékel téged. Itt ez a harmadik kártya mutat egy királynőt, ez te vagy, és uralkodsz a föld eleme felett. A föld eleme szimbolizálja a reális dolgokat, tehát ő közeledik hozzád,
és átnyújtja neked ezt az értéket, mert te számára értékes vagy, ezt mutatja ez az arany érem. Persze jelenthet anyagi dolgokat is. Mi következik nálad a következő 3 hónapban? Mi várható? Mire kell, hogy gondolj, vagy mit kellene tervezni, azt most megtekintjük. A bal oldalon láthatunk egy kislányt, akinek fáj a szíve és szomorú. Ez még várható december hónapban, de a következő kártya, ott középen ez az arany kehely jelenti a gyógyító erőt, és az érezhető lesz januárban. Lesz ez a belső erő, a bizalom, a hit, a remény, a szeretet, és ez a kehely utal az érzelmeidre. A 3. kártya, ami február hónapot jelent, látható nálad az erő, a bátorság, és a belső erő is. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a következő 3 hónapban, vagy mire gondol, mit tervez. Én a külső jobboldali képpel kezdeném, az utal december hónapra. Itt vannak nehézségek, kihívások, harcok, de ő elhagyja ezt a csata teret. A középső kép mutat egy toronyt, ahol minden ég, tehát nála lesznek változások, nagy változások, de én biztos vagyok abban, hogy ő lezárja ezt, és lesz egy új kezdet. A 3. kép pontosan ezt jelenti, ott a mélyben, ott van minden szürke, ez utal a félelmekre, de lesz nála ez a megújulás, javul a helyzet, azt érzi februárban. Januárban még ott van az a torony, akkor lesz ez a nagy változás. De tavasszal javulni fog a helyzet, ő felszabadultnak érzi magát. Ez, amire ez a 3. kártya utal, ezek a megújulások. Most megtekintjük nálad a titkokat, ami még nem látható, mert ez titokzatos, vagy később fog bekövetkezni, és emiatt nem tudhatod, hogy mi következik, de mi bepillantunk ezekbe a titkokba. A bal oldalon látható egy király. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Ez utal a könnyűségekre, utal a kommunikációra is. Ez a király hoz fontos döntéseket. A háttérben megvan még ez a szürke fény, illetve árnyék. Az utal a félelmekre, de ez a kard elvágja a félelmeket. Ez jelenti a te érzelmeidet. Te át fogod tenni magadat a félelmeken. A középső kártya is erre utal. Kezedbe veszed a dolgodat, mutatod a bátorságodat, a lelkesedést. Ennek a tűznek van tisztító hatása is. És a 3. kép, azaz öröm, mert az utal az érzelmekre, a te érzelmeidre is, félelmek nélkül, és az ő érzelmeire, mert ő visszatér hozzád, és átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami az ő érzelmeit jelenti. És most megtekintjük az ő titkait, amit még nem lát, vagy eltitkol előled, vagy ami a későbbiekben fog bekövetkezni. Jobbról indítok. Itt látható egy férfi, egy eremit, aki visszahúzódik. Szüksége van a nyugalomra, szeretne egyedül lenni,
de ez a közeli jövőt jelenti, tehát nem azt, hogy mindig így lesz, mert a második kártya, ez a középső kártya jelenti a kiegyensúlyozottságot, és a csillagkép a szerencsét. Ő bízik abban, hogy a sorsa jobbra fordul. És így fog tenni, mert kezébe veszi a dolgokat, irányítja ezt a hintót, előre mennek az események, hogy melyik irányba a fehér ló mutat a bátorságra, a jövőre, itt nincsenek akadályok, a fekete ló az fékezi az eseményeket, mert félelmei vannak. Ez érezhető kicsit, de ő átteszi ezen magát. És mi az, ami kettőtöket összeköt, az ott a fent látható kártyánál van, és azt most megtekintjük. Ezen a kártyán a kettes szám látható. Az utal egy párkapcsolatra. Te és ő. Te néha bizonytalanságokra tegyem, vagy ne tegyem. Először ezt belül éreznetek kell, és fontos a hold energiája is. A hold energiája mutatja a reményeket, a vágyakat és az álmokat. Te megjelensz az ő álmaiban, ő megjelenik a te álmaidban, és tegyétek túl magatokat ezeken a bizonytalanságokon és félelmeken. Fontos, hogy döntéseket hozzatok. Mikor várható ez a döntés? Február hónapban. Légy kicsit türelmes, lesz köztetek kapcsolat. Én biztos vagyok abban is, hogy egy másik férfi belép az életedbe, és te fogsz döntéseket hozni. Most megtekintjük az ő lelki üzenetét, amit szeretne közölni, de nem tudja kimondani. Mielőtt közlöm a lelki üzenetet, visszatérnék erre a második férfira, a te oldaladon, ott alul, ahol a titkok vannak, ott is két férfi látható. Egy király, aki uralkodik a levegő eleme felett, ahol jó a kommunikáció, a másik oldalon egy lovag, aki átnyújtja neked a kelyhet, ahol érzelmekről van szó. És most az ő üzenete, az ő lelki üzenete. Egy romantikus idő közeledik hozzád. És figyelj oda rá, mert ezek a lehetőségek, és maradj ebben a kisugárzásban. Kedves Iviana, így tudtam ezt az Iker láng jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!